Budapesten fogadta Csádi kollégáját a külgazdaság és külügyminiszter Szijjártó Péter elmondta, a biztonsági válságok korában élünk, amelyek egy része az egyre súlyosbodó terrorizmushoz és az illegális migrációhoz kapcsolódik. Afrikában a Száhel-övezet van a legnehezebb helyzetben, hazánk ebben a helyzetben is világos álláspontot képvisel. A segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a bajt kell idehozni. Csád Afrika közepén fekszik, 17 millió lakosa van, a világ legszegényebb és legfejletlenebb országai közé tartozik. A térségben évek óta szárazság pusztít, a lakosság éhezik és óriási a politikai bizonytalanság. Elemzők szerint ezért bármikor akár milliók indulhatnak el onnan Európa felé. Csád stabilitása kulcsfontosságú Magyarország számára. A magyar kormány ezért a Hungary Helps programon keresztül segíti a térséget. A cél az Európába tartó migráció visszaszorítása, így Magyarország a csádi menekültek ellátásában, a mezőgazdaság talpraállításában és az egészségügy működtetésében is segít. A csádi expedícióban a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szakemberei mellett civil orvosok is részt vesznek. Az országgal folyamatosak az egyeztetések. A stabilitásnak kiemelt jelentősége. A külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten fogadta csádi kollégáját. A találkozó után Mahamat Saleh Anadif arról beszélt, a két ország között több olyan megállapodás is született, amelyek fontosak Csád számára. Hozzátette, országa készen áll arra, hogy együttműködjön Magyarországgal. Egy olyan világban élünk, ahol nagyon sok a konfliktus, országaink együtt dolgoznak azon, hogy a világban béke legyen. A térképre tekintve Csádot a békeszigetének lehet tekinteni, hiszen a körülötte lévő országokban egyfolytában válságok vannak. Fogalmazott a külügyminiszter, aki hozzátette, Csád arra törekszik, hogy a szomszédos országokban is béke legyen. Diplomácia történeti esemény, hogy a csádi külügyminiszter Budapestre érkezett, korábban ilyen még nem volt, ezt pedig már Szijjártó Péter mondta. A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, a veszélyek korszakában élünk, a világ tele van válságokkal, a legtöbb ezek közül pedig a biztonságunkat fenyegeti. A külügyminiszter elmondta, a száheli térség stabilitásának elősegítése fontos, ezért és a migráció visszaszorítása érdekében széleskörű együttműködési program indul Csáddal. A célja ennek a széleskörű együttműködési programnak az, hogy a biztonsági helyzetet Csádban és a Száhel-övezetben javítsuk, a gazdaság fejlődéséhez hozzájáruljunk, így a migráció kiváltó okait a lehető legnagyobb mértékben kezelni tudjuk. Szijjártó Péter elmondta, hazánk egy mintegy fél milliárd forintos program keretében segíti a menekültellátási rendszer fejlesztését, és orvosmissziókat is indított a térségbe. Emellett pedig számos más módon is segít. A külügyminiszter hozzátette, Csád a globális békepárti többséghez tartozik, és a csádi kormány is rendszeresen felemeli hangját a béke mellett. Hazánk ezért úgy döntött, hogy az európai békekeretben összegyűlt 18 millió dollárnyi befektetését az ukrajnai fegyvertámogatások helyett a csádi biztonság javítására fordítja.